A magyar Bauhaus egyik legszebb emléke a napraforgó utcai lakótelep. A hivatalos nevén Pasaréti úti kislakásos mintatelepet 1931. novemberében avatták fel. Az ördögárokkal párhuzamosan fekvő 3000 négyszögöles területet 22 családi és ikerház számára parcellázták fel. A házak felépítésében az akkori építésztársadalom színejava működött közre, többek között Kozma Lajos, Hajós Alfréd, Molnár Farkas, Fischer József is. És már az átadása után nagy sikerű telepnek, valójában családi házas együttesnek számított ez a napraforgó utcai, a modernista építészet jegyeit felvonultató épületekből álló együttes. Valójában az alsó középosztálynak szánták, az egészben az az érdekes, hogy már az átadása után nem feltétlenül az alsó középosztály költözött ide, napjainkban pedig egészen magas presztízsű villa lakótelepnek számít. Az előképe az valójában 1927-ben már megépült Stuttgartban a Weisenhof-Siedlungi lakótelep, amelynek a koncepcióját a modern művészet apostolaként apostrofált Ludwig von Mies van der Rohe tervei alapján építették, illetve készült el. Ezzel a teleppel azt akarták igazolni, hogy kisméretű telken is lehet minden igényt kielégítő kertes családi házat építeni, hogy összehangolt munkával az eltérő stílusban dolgozó építészek különböző karakterű épületei is adhatnak egységes, harmonikus utcaképet. Egy ház kivételével valamennyi családi ház egyemeletes, amelyek a kertekre a földszinten vagy az emeleten teraszokkal nyílnak. Hogy mi a Bauhausos jelleg? A modern építészeti anyagok, új építészeti szerkezeteket is, azoknak a lehetőségét is megteremtették. A lapos tető, a teraszok, amelyek közvetlen összeköttetést teremtettek a telekkel, tehát a természettel, a sarokablakok, amelyeknek a vasbeton szerkezetes építkezés volt a háttere, vagy azok az erkélyek, amelyek ívesen futnak körbe, és az erkélyek mentén az ívesen körbefutó ablakok, de leginkább talán a lapos tető, amely ezt a modernista Bauhausos jelleget első látásra, ha itt végig sétálunk a telepen, tükrözi. A lakóterek is újfajta szellemiségben készültek. Általában a földszinten kapott helyet a nappali és az ebédlő a konyhával. A belső lépcsőn elérhető emeleten pedig a kettő vagy három hálószoba fürdővel. Ezt a sémát a tervezők rendkívül változatos elrendezésben a legkülönbözőbb épületformákkal, anyaghasználattal és architektúrával valósítják meg. A másik, ami újdonság volt, és ez a napraforgó utca elnevezésében is benne van, hogy egészséges, világos, táglakóterű lakásokra gondoltak, ennek jegyében készítették a sarokablakokat, vagy a nagy nyílászárókat, vagy a nagy teraszokat, tehát a napraforgó név szimbolikusan utal erre az új szemléletű világos lakásokra, amelyeknek a tágas lakótere a modern embernek a világához, ennek a elvárásaihoz igazodik. Több épület megújult, és vannak olyanok is, amelyen dolgoznak. Miután műemléki védettséget élvez a telep, ezért nyilván be kell tartani az eredeti állapotnak megfelelő részleteket, minőséget, és azt is látom, hogy eltűntek olyan toldalékok vagy hozzáépítések, amelyek bizony az előző korszakban, tehát főleg a 60-as, 70-es években torzították, csúfították is ezeket az épületeket. Tehát ez nagy öröm, hogy az eredeti állapotnak megfelelően újítják fel a tulajdonosok az épületeket.